Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A kormány hétfőn maximális vészhelyzetet rendelt el az országban, ám úgy tűnik, hogy nem is a lakosság, hanem sokkal inkább maga a liberális kormány van igazán vészhelyzetben. A szükségállapot lejártával ugyanis a parlament teljes értékűvé válik, a Ludovik Orbán kormánynak pedig újból szembe kell néznie a demokráciával, pontosabban a nem létező parlamenti többségével. Az államfő eközben vészharangot kongat, mert állítása szerint a PSD önös politikai érdekeire használná ki a járványhelyzetet. Persze más nézőpontból a liberálisok teszik ugyanezt. A kérdések adottak. Közegészségügyi válságra újabb politikai válság jön. Gyengül a koronavírus járvány elleni küzdelem a kormány hatalmának a drámai csökkenésével. Meg tudnak-e küzdeni a liberálisok az egyre terebélyesedő gazdasági válsággal, vagy a többségben lévő ellenzéknek van igaza, és nem tudják, hogy mit cselekszenek? És hova áll az RMDSZ ebben a magyar ellenességgel mérgezett politikai környezetben? Frunda György jogász volt, szenátor, Horváth István szociológus és Rostás Péter István, a Kolozsvári Rádió szerkesztője a vendégeink ma este. A járványhelyzetre való tekintettel internetes kapcsolatban így védjük egymást, és járunk elő jó példával a társadalmi távolságtartást illetően. Uraim, jó estét! Jó estét! Uraim, még mielőtt a jelenről és a jövőről beszélnénk, idézzük fel egy picit a múltat. 1990. május 20-át, az első szabad választásokat, amelyek hát egyesek szerint nem is voltak éppen annyira szabadak, és az úgynevezett feszénéizmus az rányomta a bélyegét nem csak a parlament első két mandátumára, hanem az egész elkövetkezendő időszakra. Elsőként Frunda György szenátor urat kérdezném, ő testközelből tapasztalta azt a helyzetet. Jó estét kívánok elsősorban. Hát 1990-ben a romániai társadalom nem volt megérve egy igazi változásra. Az emberek többsége baloldali beállítottságú volt, a külföldiekre úgy néztek, mint ellenségre, akár csak Jon Rációra vagy Gyumpianura, úgyhogy a Fészénének, akinek ő volt az egyedüli párt, amelyiknek megvolt a területi struktúrája, könnyű dolga volt megnyerni a választásokat, és ha jól emlékszem, 70%-nál több szavazatot kapott, és megalkotta az első kormányt. Én azt hiszem, hogy egy ilyen átmeneti periódus minden volt szocialista országban volt. 50 év múltat nem lehet eltörülni egy első választással, az embereknek a felfogását, az emberek gondolkodását. Romániában sokan voltak még azok, akik egy emberibb kommunizmusban, egy emberi szocializmus, emberibb szocializmusban gondolkoztak. Nem tudták, mi az a liberalizmus, nem tudták, mi az a keresztény demokrácia, csak a nagyon idősek. Az én generációm, akik abban az időben voltunk 30 pár évesek, még akkor tanultuk meg, hogy mit jelentenek azok az emberi jogok, mit jelent egy szabad, demokratikus rendszer, és hogy fog ez működni. Tehát ez várható volt, nem volt meglepő. Az RMDSZ jól szerepelt, a magyarság többsége az RMDSZ-re szavazott. Ne felejtjük el, akkor még létezett a független párt is, magyar független párt, emlékeznek rá. Léteztek különböző elképzelések, úgyhogy én azt hiszem, hogy ez egy purgatórium volt, egy demokráciai purgatórium, átmeneti periódus, amiben aztán a következő választásokig sok minden változott. Horváth István úrtól kérdezném, hogy többen a Vakság vasárnapjának is nevezték 1990. május 20-át. Most mennyire vakok az emberek, ha politikáról van szó? Ugye azt mondták, hogy a Ion Iliescu vezette Nemzeti Megmentési Front az tulajdonképpen monopolizálta az állami médiát, a közmédiát, és az embereket vakságban tartotta, nem tudták azt, hogy miről kell szavazniuk.
Egyrészt azért nevezték a Vakság vasárnapjának, mert az ortodox kalendárium szerint azon a vasárnapon gyógyított meg Jézus, egy vakot adta vissza a látását, és a Dominika Orbulujnak hívta az ortodox hitvilág tradíció szerűen, és véletlenszerűen erre esett, és metaforikusan úgy értelmezték, hogy akkor ez a nap tulajdonképpen az társadalom vakságáról szólt. Nem, szerintem az elemzőknek volt egy nagyon jó megfogalmazása, a radikális folyamatosságra szavazott a társadalom. Radikális folyamatosság alatt azt értették, hogy tulajdonképpen a társadalom nagy része nem gondolkozott olyan típusú rendszerváltásban, amely például felszámolja az akkori gazdasági rendszer, gazdasági struktúrát, nem gondolkozott radikális politikai reformokba, csak tulajdonképpen azt a fajta nacionálkommunista szélsőséges nyomás alól akart szabadulni, amely jellemezte a ceausizmus utolsó részé, utolsó periódusát. Tehát ilyen szempontból tulajdonképpen ez működött első szinten. Második szinten azért ne feledjük el, hogy akkor, ami történt, és a radikális folyamatosság hogyan történhetett meg, hát tulajdonképpen ez volt a legelső fő próbája annak, amit úgy neveztek, hogy direktokrácia. A direktokrácia alatt amellett, amit Tunda Szenátor úr említett, hogy tulajdonképpen jó területi struktúrája volt a feszenének, tulajdonképpen a nagyvállalatoknak az igazgatói pontosan tudták, hogy az érdek hol van, és egyértelműen tudták vezetni, irányítani a szavazókat. Tulajdonképpen az akkor még létező szocialista nagyipar egyfajta hát, szavazati megrendelő, szavazati szolgáltatóként nagyon jól működött, és tulajdonképpen a következő négy év pontosan arról szólt, bocsánat, nem négy év, hanem a következő periódus körülbelül 5-6 év arról szólt, hogy ezt a direktokráciát a feszenén meg is próbálta kiszolgálni, értsd a szocialista nagyipart, amennyire lehetett valamilyen szinten életbe tartani, és ezt a rendszert éltetni. És hát ilyen szempontból azt hiszem, hogy az emberek nem voltak vakok, pontosan átlátták azokat az érdekeket, kérdés volt, hogy ezek az érdekek milyen távlatban és milyen horizontban lehetett értelmezni akkor. De abban a horizontban, amiben az emberek gondolkoztak, tehát megmaradjanak például a nagyipari termelési rendszer, valahogy éltessék ezt a rendszert, ebben a perspektívában úgymond akár racionális döntés is volt. István, téged arról kérdeznélek, hogy mennyire hatott ki a múlt a jövőre? Hát amíg erre válaszolnék, ez egy túl nagy hívű kérdés. Inkább a testközeli élményeimről szólnék. Nyárát szeredán voltam, éppen tanárként dolgoztam, és érdekesen összekötődik azzal, amit ugye Horváth István szakmaként művel nekem. Jelentenem kellett, azt hiszem 30 percenként, hogy ki hogyan szavazott. A helyi kultúr előtt vártam a szavazókat, és kérdeztem a néniket, bácsikat, hogy kire szavaztak, és akkor még az RMDSZ nem is volt annyira beégve a kollektív tudatba. Ők azt mondták, hogy hát a tulipára. És ebből fejtem én ki, vagy gondolok arra, hogy az a politikai, közéleti légkör és tér, ami akkor meghatározta az országot, az igencsak szimbolikus volt. Tehát volt Ion Iliescu, aki jelképezett egyfajta értékrendet és erőcsoportot. Voltak ugye az országot eladó, de szójás szalámit nem evő liberálisok és parasztpártiak, és hát volt az RMDSZ, amely végül is nagyon jól teljesített, ha nem tévedek, talán történelminek legnagyobb voks számát gyűjtötte be ekkor május 20-án, és ne feledjük, ugye, hogyha egy picit visszanézünk a vállunk mögé, és nem túl sok kilométerrel arrébb, március 20-án, tehát alig pár hónappal azelőtt történt valami Vásárhelyen, amit még máig nem tudtunk megoldani. Térjünk át a jelenre, illetve a jövőre. A készenléti állapot után szükségállapot után vészhelyzetet, készenléti állapotot hirdetett a kormány, de hogy nem igazán lehet tudni azt, hogy
ezek a szavak mit is takarnak. Az tehát a kérdés, hogy ezek mögött van-e reális tartalom, vagy inkább csak a lakosság elrettentésére akarja használni a politikum ezeket a kifejezéseket? Horváth István urat kérdezném először. Mindenképpen figyelemfelkentő funkciója van ennek a megnevezésnek, és jelzi azt, hogy nem normális időket élünk, olyan időket élünk, amelyekben szükségesek rendkívüli óvintézkedések, illetve az állam részéről bizonyos mértékű, korlátozó intézkedések lehetségesek, és erre kell felkészüljenek az emberek. Tehát igen, elrettentés, és tulajdonképpen folytatja a járvány kapcsán azt a politikát, amire felépítette az egész járvány megelőzés kapcsán az elrettentés politikáját, és ilyen szempontból ezen a politikán megyünk előre. És igen, alapvetően nincs amit ezen sokat kommentálni. Kérdéses az, hogy Romániában sikerült volna egy skandináv modellt érvényesíteni, amelyben a társadalom meggyőzése, a társadalom partnerként történő becserkészése, ez legyen az alapja a megelőzésnek, a társadalmi távolságtartásnak, a visszafogottabb mozgásnak, és annak a pezsgésnek, a visszaszorításának, amely kedvez a vírus terjedésének. Kérdéses tény az, hogy ezt kevésbé próbálták meg, nagy valószínűséggel az az elrettentés, és ez a megnevezés is az elrettentésnek a tovább folytatása. Mondom, vitatkozhatunk azon, hogy alternatív stratégia milyen mértékben volna sikeres, vagy nem, de alapvetően egyezzünk meg abba, hogy ez a fajta elrettentő logika megy tovább, hogy ebben az elrettentés mögött mennyire vannak más típusú, jól értelmezett célkitűzések, például az, hogy a társadalmat hogyan lehet mégis visszafogni, hogy a úgymond felszabadultság ne járjon nagyobb pezsgéssel, hogy az emberek ne úgy éljék meg ezt a történetet, hogy elmúlik a szükségállapot, és tulajdonképpen ezáltal megoldódik a járványhelyzet, ami tudjuk, hogy nem igaz, csak elmúlik egy adminisztratív állapot. Ez egy külön kérdés, de mindenképpen úgy gondolom, hogy az elrettentés politikája folytatódik. Kérdéses számomra tovább is az, hogy van ennek alternatívája. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy erre az elrettentetésre szüksége van a társadalomnak, vagy tehát mennyire tartja ön éretnek a romániai társadalmat arra, hogy felfogja, megérti azt, hogy mi történik, és mennyire éretnek, és mennyire felelősségteljesnek, felelősségtudatosnak? Minden társadalom, ez egy eléggé rétegzett társadalom, igazából láttunk üdvrivalgást, felszabadulás érzést, amiután a szükségállapotot zárták, és az emberek úgy érték meg, mint egyfajta tényleg egy hatósági nyomást, hatósági kényszert, nem látván a mögöttes célracionális elképzeléseket, hogy igenis emögött a kényszer mögött van egy olyan cél, ami nem önmaga a kényszer, hanem például a megelőzés, az úgynevezett terjedési görbének a laposítása, tehát az, hogy hát valahogy előzzük meg azt, hogy óriási nyomás legyen a közegészségügyi rendszeren. Ez nem jött át a társadalom egy jelentős szegmense számára. Igenis vannak olyan személyek, akik számára továbbra is a járványügy egy hát médiából átjövő valami, nincsen reális veszélyérzetük, és úgy érzik, hogy a hatóság nem föltétlenül nem látják át, hogy mi a mögöttes racionalitása a különböző hatósági intézkedéseknek, önmagában egy picit öncélúvá válik számukra. Van egy ilyen réteg, és hát sajnos ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy az elrettentés szükséges ebben ezeknek a rétegeknek a számára. Láttunk ugyebár maga a különböző nagyon szigorú bezártság ideje alatt láttunk éjszaka piknikező embereket, láttunk különböző olyan típusú kihágásokat, amelyeknek drámai végzetes következményei lettek, tehát titokban megtartott istentiszteleteket, esküvőket, mindenfajta olyan jellegű, hát mondjuk azt, hogy kisebb csalásokat, aminek drámai lett a vége,
hogy ez mennyire jutott el a társadalomhoz, nem nagyon jutott el a társadalomnak, bizonyos szegmensei továbbra is úgy értelmezik, hogy hát alapvetően ez rajtuk kívül zajlik, ők tényleg nem történhet meg velük ez, vagy nem is reflektálnak ilyen mértékben. Úgy gondolom, hogy bizonyos szegmensek számára ez a fajta korlátozó forma talán szükséges. Szenátor úrtól kérdezném, hogy látja, hogy a kormány mindent megtett annak érdekében, hogy megértesse az emberekkel azt, hogy közegészségügyi veszély van Romániában, vagy nem is a kormánynak a feladata ezt tudatosítani. Ezt csak azért kérdezem, mert ugye a hétvégén volt egy olyan törvényen kívüli állapot, amikor megszűnt a készenléti állapot, volt egy átmenet a vészhelyzetbe, és akkor ott mindenki tehetett, amit akart, mert hogy tulajdonképpen nem volt törvény, ami alapján bírságolhattak volna. Hát én azt hiszem, hogy az egyik baj az, hogy az emberek nem értették, és most is nagyon kevesen tudják, hogy mi az a szükségállapot, és mi az a vészállapot, veszélyállapot. A szükségállapot, ez már 2000-es évek elején szabályozta a parlament, és nemzetközi jogi gyakorlatból vette át, megpróbált előrevetíteni ilyen vagy hasonló helyzeteket, hogy mit tehet akkor a kormány, amikor a parlament nem tud dolgozni, egyszerűen nem tud döntéseket meghozni. És dönteni kell. Ezért van ez a szükségállapot, amelynek az államelnök hirdeti ki, a parlament el kell fogadja 5 napon belül, és felhatalmaz egy testületet, egy országos hivatalt, amely meghozzon adott döntéseket. Itt a kormány túllépett az alkotmányos kereteken, mivel meghozott olyan jogfosztásokat, korlátozásokat, amelyeket csak a parlament hozhatott volna meg, úgy, ahogy az Alkotmánybíróság ezt megállapította. Tehát akkor, amikor a parlament elfogadta a szükségállapotot, akkor meg kellett volna mondja, hogy igen, megengedi azt, hogy az emberek ne járhassanak ki, vagy korlátozottan járhassanak ki, milyen ideig, milyen büntetések járnak, és így tovább. Itt a kormány hozta meg a döntéseket, és én azt hiszem, hogy erre szükség volt. Azt hiszem, hogy Romániában, épp úgy, mint máshol Európában is, az emberek nem hitték el, nem fogták fel, hogy mi van, és akkor, amikor látták a Bergamo vagy Milánó utcáit, és látták a koporsokat száz számára, hogy azok az emberek hogy szenvedtek, nem tudtak elköszönni szeretteiktől, és hogy temették el, elvitték más falvakba vagy más városokba eltemetni, akkor azt mondták, hogy tényleg lehet valami. És én nem tudok egyetérteni azzal, hogy az emberek felülről kezelik ezt, és most is vannak olyan sajtóorgánumok, amelyek azt mondják, hogy nem reális, hogy ezzel csak adott politikai célokat akarnak elérni. Nem. Ez egy új betegség, amire az emberiség nem volt felkészülve, nem lehet a spanyol náthához hasonlítani, egyszerűen azért, mert az orvosi tudomány akkor nem volt ezen a szinten, nem voltak ilyen információs lehetőségek, a társadalmak, kormányok, népek nem tudtak, országok nem tudtak erre felkészülni. Én azt hiszem, hogy szükség volt arra, hogy az embereket rákényszerítsék, hogy minél többet otthon maradjanak, voltak visszaélések is, voltak túlkapások is, nem látom, hogy miért kellett a katonaságot kihozni a kaszárnyákból, nem tudom, miért kellett a katonaságnak fegyverrel fenyegetni az állampolgárokat, ezek túlkapások voltak, határozottan túlkapások voltak. Mivel lejárt a 2x30 nap, a 60 nap, már nyilvánvaló volt, hogy a parlament nem fogja elfogadni a szükségállapotot, csak akkor egy szinten lejjebb mentek a veszélyállapotra. Különbség van, veszélyállapotot ki lehet, de szükségállapotot is ki lehetett volna jelenteni csak adott régiókra, ahol baj van, sehol nem írja azt a törvény, hogy vagy az egész országban van, vagy sehol nincs, és a korlátozások is különbözőek lehetnek, és különbözőek is kell, hogy legyenek. Véleményem szerint ott, ahol nagyon sok a beteg száma, ahol nagyon sok az elhalálozási szám, ottan más döntéseket kell hozni, mint olyan megyékben, ahol kevés a betegek és a halottak száma. A mostani veszélyállapot, ez sokkal lazább, teljesen megváltozott a hatóság megközelítése, amiután az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek döntött, nyilvánította a szükségállapotot meghirdető törvényt. Azt láttuk, hogy másnap a rendőrök eltűntek a városból.
Én azt hiszem, hogy a rendőrségnek az lett volna a feladata, hogy megelőzze a bajt, hogy meggyőzze az embereket jó szóval, hogy tessék hazamenni otthon ülni, nem milliós üntetéseket kiróni, amit úgy is tudták, hogy nem tudják végrehajtani, úgy is tudták, hogy az emberek meg fogják támadni, és a bírók éveken keresztül fognak ezen tárgyalni, és legtöbb ilyen esetben igazságot fognak adni azoknak a személyeknek, akik megóvták. Tehát egy nem felkészült kormány, egy nem felkészült társadalom volt, most is bajok vannak, azt látjuk, hogy ellentmondanak egymásnak feleles politikusok. A múltkor azt láttuk, hogy amiután az államelnök behívta magához a miniszterelnököt és egy pár minisztert, 3 óra alatt ugyanarról a témáról egészen mást mondott az államelnök, mást a miniszterelnök, mást az egészségügyi miniszter és mást a belügyminiszter. Ezek bajok. Én remélem, hogy sikerül kordába tartani magát a betegséget, és még egy példát adnék, ahol túlkapások voltak. Romániában 37 ezer kórházi ágyat készítettek fel arra, hogy covidos beteg legyen. A 37 ezer ágyból országos szinten 7 ezer volt elfoglalva maximálisan, és abból a 4 ezer ágyból, amelyik fel van készítve arra, hogy súlyos betegeket kezeljenek, azokból alig 300 volt elfoglalva. Persze lehetett volna nagyobb baj, de kérdés az, hogy a krónikus betegek, akik most már 2 hónapja nem kapnak kezelést, nem tudnak kórházba menni, azok hogy fognak megélni, és milyen lesz a jövőjük 1 év múlva, 3 hónap múlva, 6 hónap múlva, mikor már vége lesz ennek az állapotnak. Maradjunk továbbra is a járványügyi helyzetnél. Rostás Péter István, te azt írod egy ma megjelent publicisztikádban, hogy Románia normaidegen terrénum, képtelen egyértelmű rendelkezések, szabályok, törvények kigyöngyözésére és impotens azok betartásának szavatolására. Ki nem gondolja komolyan itt a megszorításokat, szerinted a kormány vagy a lakosság? Hát ez a Maszkabál című írásomból egy részlet, amit idéztél, és a maszol.ron jelenik, vagy jelent meg. Valójában az, amit a szenátor úr is ugye kiemelt, hogy egyrészt nincs kormányzati koordináció a döntés előkészítés pillanatában, nincs összehangolt kommunikációs stratégia és technikák. A technikák nem erre utalnak, hogy itt valamit eldöntünk, és azt egyértelműen, világosan és lehetőleg egy hangon közöljük. A másik pedig az, hogy a hatóságoknak a keménykedése, illetve a helyzet mederben tartására kiadott rendelkezések szövege között éreztem én feszültséget és eltérést, sőt időnként ellentmondást. Tehát amikor azt mondjuk, hogy ajánljuk ezt vagy azt vagy amazt, és közben látjuk, hogy a karhatalom durván, sőt, amint a szenátor úr is említette, visszaélve lép fel, akkor valami nem klappol. Nem pusztán újságírói szemmel, egyszerűen egy egyszerű állampolgári megfigyelő is fölkaphatja a fejét, hogy akkor most mi van, ki lehet menni, milyen körülmények között. Az sincs rendben, hogy kiadnak egy típuskérvényt, amit 3 órán belül megváltoztatnak. Igaz, minimálisat, de jelzi azt, hogy nem volt átgondolva, és mondom még egyszer, én alapvetően itt látom az egyik nagy torzulást, hogy maga a szöveg, tehát ezek a bizonyos rendelkezések, kiadott dokumentumok nem voltak egyértelműek, nem arra mentek ki, hogy az emberek konkrétan jól megértsék mindazt, amit a rendelet kiadója el szeretett volna érni. Horváth Istvántól kérdezném, hogy látja ön, hogy ennek a kormányzati most tesztetosszasságnak, szemérmességnek, nem tudom minek kell nevezni, mi az oka, vagy mi lehet az oka?
Egyrészt ne felejtjük el, hogy ez a kormányzat azért még hát eléggé frissen került oda, hogy kezeljen egy ilyen típusú rendszert. Azért, amikor kormányváltás van, utána pár hónapba beretelik, amíg tulajdonképpen az államtitkárok, a miniszterek rendszeresen átveszik a rendszert, tudják ellenőrizni az egész apparátust, átlátják, és hát úgymond az akaratokat tudják érvényesíteni. Persze két-három hónapról van szó, de alapvetően kevés volt erre az idő. Kettő, úgy tűnik, hogy innen azért a nem volt az a megfelelő szakemberi gárda, nem volt az az erős politikusi gárda, aki ezt lekezelje. Ne feledjük el, hogy a járvány kirobbanásának a hajnalán tulajdonképpen az egészségügyi miniszter kvázi dezertált, tehát elkövetett egy olyan típusú gesztus, amiért tudta, hogy kénytelenek lesznek őt meneszteni. Tehát azért én úgy érzem, hogy itt nem volt az önök kiemelkedő csúcspolitikusi gárda, és akik voltak is, azok nem tudtak még berázódni rendesen, abba, hogy átvegyék és ellenőrizzék azt az apparátust, amely segítségével ezeket az akaratokat végigvigyék, megfelelő tanácsadói háttérrel tudjanak együttműködni, tudjanak dolgozni. Tehát itt én úgy érzem, hogy maga az a politikusi minőség és az a szaktanácsadói minőség hibázott nagyon nagyot, amelyik ezt végig kell vigye, és ezeket az apró mozzanatokat összhangba kell hozza, oda kell figyeljen, kell tudja, hogy kit bíznak meg, mivel, hogyan kell koordinálni, hogyan kell felhasználni ezt az apparátust, és hogy milyen részletekre kell odafigyelni egy ilyen típusú történetben. Tehát egyrészt ez a kormány, ne feledjük el, arra játszott egészen január 1-ig, hogy tulajdonképpen kiprovokálja az előrehozott választásokat. Nem figyeltek oda már az elejétől arra, hogy különböző pozíciókban kit neveznek ki, hogyan nevezik ki, és hát megmerem kockáztatni, nem mindig a legtehetségesebb pártpolitikusokból kerültek oda, hanem azok, akik vállalták azt az átmeneti áldozati szerepet, aki végigviszi a kormány buktatást. Tehát legyünk őszinték, hát itt egy ilyen típusú játszmára mentek rá, és történetesen az történt, hogy ezek a játékosok, akik egyfajtaképpen átvállalták, hogy ezt a fajta átmeneti, úgymond krízis generálnak, provokálnak, és utána előrehozott választásokat ejtenek. Ezek az emberek ébredtek fel, hogy tulajdonképpen nem, hogy előrehozott választások nem történtek, hanem tulajdonképpen nagyon is kellett kormányozni. Tehát oda kellett figyelni, le kellett adminisztrálni egy krízist, komplex törvénykezési, szabályozási folyamatokat kellett végigvinni, nagy rendszereket kellett mozgatni, erőforrásokat átcsoportosítani, tehát kellett keményen dolgozni az adminisztrációba egy olyan csapatnak, amely tulajdonképpen arra volt felkészülve, hogy gyors politikai krízist lekavarunk, és utána előrehozott választások után majd megcsináljuk az igazi politikát. És hát ilyen szempontból itt egy picit ez a fajta játszma, és a sors nagyon rájátszott erre, és nagyon másképp alakította ennek a csapatnak a sorsát. És ilyen szempontból én úgy gondolom, hogy itt ez volt az egyik legnagyobb probléma, de itt ez a fajta játszma, amelyik egy picit másképpen sült el, és erre a játszmára kiszemelt emberek, és ezeknek az embereknek a, hát mondjuk az, hogy a hozzá nem értése, és az, hogy tulajdonképpen ezek az emberek nem is álltak neki igazából csapatot kialakítani, maguk körül, hiszen miniszter azért jó minőségű tanácsadókkal veszi magát körül, akiket fokozatosan vonzza be, de akik arra rendezkedtek az elejétől, hogy kérem szépen, mi kormánykrízis provokálunk, és utána majd megcsináljuk az igazit, kérem, nagy valószínűséggel nem készültek fel ilyen szempontból, ilyen mélyrehatóan arra, hogy a hatalmat hosszú távon, megalapozottan, jó szakemberekkel próbálják ezt adminisztrálni. Az a kérdés, hogy felkészült-e a Nemzetliberális Párt az elkövetkezendő időszakra. Ugye a vészhelyzet vagy a készenléti állapot bevezetésével nem csak a lakosság élete változik meg, hanem a politikum is, hisz teljes értékűvé válik a parlament, és a szociáldemokrata párt belekezd egyfajta erőjátszmába, erőfitoktatásba,
és kilátásba helyezték azt is, hogy bizalmatlansági indítványt fognak benyújtani a készenléti állapot vagy a vészhelyzet lejárta után. Frunda György úrtól kérdezem, hogy itt valóban felmerül az, hogy a szociáldemokraták el fogják akasztani a kormányt, vagy ez igazából csak erőfitoktatás, és hagyják, hogy belebukjanak saját maguk? Nem tudom, hogy mi a stratégiájuk. Ha én lennék a szociáldemokrata pártnak az elnök, akkor biztos, hogy kivárnám a parlamenti választásokat. Ez a kormány, ez nem képes arra, hogy bizonyítson, hogy pozitív dolgokat hozzon az állampolgárok életébe. Én azt hiszem, hogy minden nap eltével népszerűsége csökken, és hogy ez így megy november végéig, decemberig a parlamenti választásokig, ha időben megtartják őket, akkor ez a szociáldemokraták malmára viszi a vizet. De én azt hiszem, hogy a liberális pártok és az államelnök akkor hibázták a legnagyobbat, amikor tudták, hogy szükségállapotot kell kihirdetni. Az lett volna az a pillanat, amikor fel kellett volna ajánlják, hogy egy egységes nemzeti kormányt hozzanak létre, vagy legalábbis az ország legjobb szakembereit gyűjtsék a miniszterek köré. Az egészségügyi minisztérium szintjén láttunk egy pár meggyőző jó szakembert, például én nagyon büszke vagyok Molnár Gézára, aki Kolozsvárról egészen pontosan, sebészeti pontossággal előrevetítette, hogy mi fog történni a következő periódusban. Meggyőző volt Rafila, és meggyőző most is Rafila professzor, Strainu Churchill viszont ellentmondott magának. A sürgősségi állapot államtitkár Raed Arafat jó szervező, de túlzásba vitte azokat a döntéseket, és átkényszerített a döntéseket a politikumon, véleményem szerint. Tehát nem tudták kezelni ezt a helyzetet szakszerűen se. A belügyminiszter kimondottan unszimpatikus volt, tipikus belügyminiszter, akinek se politikai tudása, se emberi empátiája nincs, hanem erőből próbál rákényszeríteni dolgokat az országra, az állampolgárokra, és ez látszott is. Úgyhogy ebből a helyzetből a liberális párt véleményem szerint nem tud nyertesen kijönni. Ha a szociáldemokraták erőltetik a bizalmatlansági indítványt, saját maguk ellen tesznek, és azzal fogják megerősíteni a liberális pártot. Nem tudom, mi lesz a döntésük addig, amíg ez a helyzet van, ez az állapot van, és nem térünk vissza a hétköznapokra, a normális hétköznapokra, amelyek szükségállapot előtt voltak politikailag és mindennapi életünkben, addig nem is lehet politikailag lépni, véleményem szerint. És nincs amiért, a szociáldemokratáknak megvan a többsége a parlamentben, úgy módosítják a törvényeket, ahogy ők akarják, tehát nem látom, miért fordulnának ehhez az eszközhöz. Rostás Péter Istvántól kérdezem, hogy az, hogy politikai válság van Romániában, ahhoz az elmúlt esztendőkben, évtizedekben már hozzászoktunk. Csak hogy most van egy roppant nehéz egészségügyi válság, illetve elkezdődött egy méretét tekintve még ismeretlen, de azt tudjuk, hogy egy kolosszális gazdasági válság. Most mi van akkor, hogyha mindezt megfejeli a politikum egy politikai válsággal is? Tehát mi vár Romániára akkor? Hát mindenképpen ez az esztendő, maradjunk annyiban, hogy izgalmas lesz és feszített ritmusú, ami a történetek egymás utánját illeti. Most ezzel a mondattal alig, ha mondtam többet, mint hogy fölcsigázzam a Romániára figyelő műholdnak a figyelmét, ugye, amely majd elvégzi az elemzést, tehát kell egy adag távolság ahhoz, hogy ezt az országot valahogy mozgásában, állapotában, szándékában letapogassuk. Én, amit
leginkább, és amitől tartok leginkább, az az, hogy ez az iszap birkózás, ami arról szól, hogy a kilábalás mellett hogyan szerzünk politikai pontokat, illetve hogyan szorítjuk az ellenfelet sarokba, hogy ez egyáltalán nem fog jót tenni a közállapotoknak. Ugyanakkor meg tényleg azt látom, hogy azok az újságírók, akik úgy gondolták, hogy most el fognak menni majd júliusban, augusztusban vakációra, akár el is halaszthatják ezt a szabadságkérést, mert hogy minden valószínűséggel a parlament működni fog, és nem azért, mert a PSD ezt erőlteti, hanem mert a helyzet megkívánja. Úgyhogy egy elég sűrű, atipikus nyárra számítok legalábbis. Az, hogy ősszel, október végén lesznek-e helyhatósági választások, az még nagyon kérdéses. Annak is az eredménye jócskán befolyásolja majd, ha terminusra szervezik majd a parlamenti választásnak az eredményét. Úgyhogy én itt kivárnék azzal a véleményezéssel, hogy milyen esztendőt zártunk, hát egészen jövő év vízkereszt utánig. Ahogyan az lenni szokott, a magyarok ismét malomkövek között törlődnek. Az a kérdés, hogy támogassák-e a jelenlegi kormánynak a járványkezelési intézkedéseit. Arról a kormányról beszélünk, amelynek a vezetője, Klaus Johannis államfő, megbélyegzően nyilatkozott a magyarokról, vagy elfogadta a Trianon ünnepnap nyilvánítását, és elkasztálta a kisebbségi jogokat, kisebbségi jogoknak kedvező közigazgatási kódexet, vagy pedig álljon a többségben lévő ellenzéki pártok mellé, amelyek magyar kérdésben semmivel sem jobbak a liberálisoknál. Most feloldható ez a belső dilemma, kérdezem Horváth Istvántól. Hát, egyrészt kérdéses az még számomra, hogy tulajdonképpen most miről szól ez a fajta helyzet. Tehát, hogy amit látunk, az az, hogy tulajdonképpen visszajött a 90-es évekbeli szokás, amikor a magyar kérdést szavazatszerzési célokra, politikai pozícionálódásra használják. Úgy tűnt, hogy akkor tulajdonképpen az ezredfordulón rájöttek volt arra, hogy a mainstream pártok, hogy nem érdemes nacionalistának lenni, mert tulajdonképpen a harmadik fél nyer, és akkor tulajdonképpen volt egy olyan egy csendes másfél évtizedünk, amelyben a magyar kérdést nem használták fel közvetlenül politikai pontszerzésekre, szavazatszerzésekre, mindenek előtt főleg azért, mert nem tudtak elég autentikusan nacionalisták lenni, és mindig a Vadim Tudor vagy másfajta ilyen típusú pártok voltak a nyertesei igazából egy ilyen típusú retorikának. Amit most láttunk, az az, hogy mind a PSD, mind a liberális párt ilyen szempontból játszik a magyar kártyával, mind a kettő annak a reményében, hogy szavazatokat szerezzen. Kérdéses az, hogy ezek a különböző játszmák, ezek a különböző játékok miről szólnak. Megerősödtek azok a frakciók különböző pártokon belül, amelyek ezt a fajta retorikát előtérbe szeretnék helyezni, tehát úgymond román részről egy nemzetpolitikai váltásról van szó, és tulajdonképpen ez egy hosszabb távon egy újabb paradigmát jelent a kisebbségi kérdés kezelésében, pontosabban a magyar kérdés kezelésében, vagy csak arról szólt, hogy megszűnt az a fajta, hát mondjuk azt, hogy gentleman's agreement, amely arról szólt, hogy a magyar kérdést nem használják fel közvetlenül ilyen típusú szavazat szerzésre, és nem hajszolják bele magukat ebben, hogy ki tudja túllicitálni a másikat abban, hogy ki nem szereti jobban a magyarokat, és ki tart be nekük, és kimutatja meg nekük jobban ezt a kérdést. Tehát én első szinten én ezt látom, hogy ezt kell valahogy politikailag, ezt kell megértsük, hogy mi az, ami történik, és én úgy látom, hogy ilyen szempontból jobb, hogyha az ember ilyenkor visszalépik, és azt mondja, hogy kérem szépen, a helyzet egyszerű, a politikai célok rövid távon adottak. És ehhez bármilyen megoldást lehet támogatni, amely ezeket a célokat megvalósítja. Magyarán
Itt nem arról van szó, hogy radikálisan más politikai célokat lehetne a járványkezelés kapcsán például megfogalmazni, akár az ellenzéknek, akár a kormányzatnak, csak kérdés az, hogy ki milyen eszközzel tud hozzányúlni, és én azt hiszem, a rezonábilis dolog az, hogy rövid távon ez arra koncentrálni, hogy milyen eszközökkel nyúlunk, és próbáljuk megvalósítani ezeket a célokat, hisz a célokon vitatkozni, ami hát a politikában az alapvető, hogy akkor mit is tűzünk ki célnak, ez tulajdonképpen most nem ennek az ideje van. Másrészt úgy látom, hogy tulajdonképpen ebben az egész hisztériában szerintem amennyiben a kesztyűt felvegyük és belemegyünk és partnerek leszünk, tulajdonképpen ez gerjeszti, tovább viszi ezt a vitát. Olyan típusú parttalan, a 90-es évek elejére jellemző parttalan viták lesznek, amiben tulajdonképpen azért kellett az RMDSZ bizonyos pártok számára, hogy tudjon, hogy ne árnyék boxoljon a magyarokkal, hanem hogy jelenjen meg úgy, hát akkor most vitatkozunk velük, és látszik, hogy megvédjük a románokat, a román nemzeti tudatot ápoljuk ezáltal. Tehát szerintem ebben a pillanatban valahová állni, felvenni a kesztyűt bármelyik részről, ez politikailag nem feltétlenül jó, főleg addig, ameddig nem látjuk, hogy tulajdonképpen ez a fajta kurzusváltás, amiről most állunk, ez tulajdonképpen, hát mondjuk azt, hogy politikai fantázia hiány, és akkor gyorsan elővegyük a magyar kártyát, mert hát most hirtelen úgy gondoljuk, hogy ezzel tudunk nyerni, vagy ténylegesen az van, hogy itt egy nemzetpolitikai kurzusváltás van, és ezen belül a kisebbségi kérdés kezelésének legalábbis középtávon megváltozik a mintázata, és egy másfajta irány felé nézünk, ugyebár amire erre utaló jelek voltak, hisz például, de feledjük el, hogy a közvetlen az államelnök nem egyszer, nem kétszer megtámadta a közigazgatási törvényt, amely tulajdonképpen többletjogot nem biztosított a magyar a kisebbségi nyelvhasználat kapcsán, csak pontosította az eddig megadott jogokat, de úgy érezte, hogy ez alkotmány ellenes, ez a fajta pontosítás is, egyértelműsítés. Tehát ennek a kurzusváltásnak is vannak jelei, viszont annak is vannak, hogy a politikai krízis esetében fantáziátlan politikusok előveszik a magyar kártyát, mert úgy gondolják, hogy ezzel könnyen lehet bizonyos szavazatokat szerezni. Funda György úrtól kérdezném, hogy ön mivel magyarázza a mostani politikai konjunktúrát, amelyben hát az RMDSZ, lássuk be, a román politikai elit által, hogy mondjam, hát semmibe vett pártnak vagy politikai alakulatnak tekinthető. Tehát mi vezetett idáig, rajtunk, magyarokon múlik, vagy rajtunk kívülálló tényezők vagy okok befolyásolják ezt? Tehát nekünk kell újra gondolni a saját szerepünket, stratégiánkat, vagy pedig hagynunk kell magunkat sodródni az árral? Nézze, következő hónapokban talán egy évig is lehet, vagy még több ideig, az életünk szürkébb lesz, és drágább. Szürkébb és drágább. Nem értek azzal egyet, hogy az RMDSZ-nek most nem kéve aktívan politizálni, ellenkezőleg. Én azt hiszem, hogy az RMDSZ-nek most kéne a legaktívabb lenni. Nincsenek háttérinformációim, nem tudom, hogy mennyire tárgyal az RMDSZ vezetősége, vagy parlamenti képviselete a liberálisokkal, vagy az ellenzékkel, de tárgyalni kell. És én ellenkezőleg nem azt hiszem, hogy most nem kéne, hanem sunyítani kéne, és várni egy alkalmas döntésre. Most kéne tárgyalni, elmondani, hogy mik az elvárásaink, és egyik vagy másik oldalra odaállni. De oda kell állni. Levonni a tanulságot. Az RMDSZ hibázott akkor is, mikor 14-ben, mikor megnyerte Johannis a választásokat, akkor az RMDSZ felmondta az együttműködést a szociáldemokratával, mondván, hogy a nép választott, és a Johannis vonalat akarta. Nem, a német egy államelnököt választott, nem választott parlamentet. Épp úgy, ahogy véleményem szerint elsietett volt az a döntés is, hogy megszavazták múlt novemberben a bizalmatlansági indítványt. Én azt hiszem, hogy akkor tárgyalni kellett volna a szociáldemokrata párttal erről a kodexről, amit akkor a Döncsili kormány nem fogadta el, az RMDSZ követeléseket.
egy pár konkrét kérdésről, és a szociáldemokrata kormányt át kellett volna menteni következő választásokig, Ernelszennek lett volna egy politikai ára, és ha abban segített volna az RMDS, a helyhatóságoknak, a helyi magyar közösségeknek pénzzel, befektetéssel, törvényalkalmazás tisztázásával sokkal többet nyert volna. Ez, hogy rábízzuk most, és meglátjuk, hogy mi lesz, ez a legrosszabb döntés, amit az RMDS most meghozhat. Én nem hiszem azt, és egészen másképp látom, nem lehet a mostani hangulatot a 90-es évek hangulatához hasonlítani. 90-ben ott volt március, évekig, évtizedekig nem tudtuk levetkőzni, és nem tudtuk felemészteni a márciusi eseményeknek a következményét. Talán 96-ban, amikor kormányra léptünk, akkor kezdtünk el egy pozitív folyamatot. A mostani helyzetet nem lehet ahhoz hasonlítani. Semmiféleképpen. Még akkor se az államelnök gusztustalan, elfogadhatatlan, politikailag hibázott nyilatkozatot mondott a magyarságról. Ha a szociáldemokraták túl gyávák voltak ahhoz, hogy kiálljanak és kikérjék maguknak, hogy nekik becsületes viszonyaik vannak az RMDS-szel, de hogy lehet viszonyt felépíteni, vagy kapcsolatot, vagy jövőt építeni azzal a liberális párttal, amelyik most nem más, mint szóvivője a Klaus Johannis által meghozott döntéseknek. Románia 30 éves történelmében nem volt, demokráciában nem volt még olyan, hogy az államelnök behívja magához a miniszterelnököt, és egy pár miniszter meghozza a döntést, utána elmondja a nyilvánosság előtt, hogy mit döntött, és utána a miniszterelnök és miniszterek kivitelezik az államelnök döntését. Ez nem csak alkotmányellenes, hanem kontraproduktív, elfogadhatatlan, és véleményem szerint ez árt a romániai demokráciának. Ez ellen is fel kéne szólaljon az RMDS. Rostás Péter Istvántól kérdezem, hogy itt mindkét meghívott említette Klaus Johannis államfőnek a magyar ellenességét. A diszkrimináció ellenes tanács ma 5000 lejre bírságolt a Klaus Johannis államfőt a Jó napot kívánok PSZD kezdetű nyilatkozata miatt. De nem csak a diszkrimináció ellenes tanács bírságolta meg, hanem elmarasztalták nyugati lapok is az államfőt. De úgy gondolod, István, lesz ennek bármiféle következménye, vagy túl azon, hogy talán megfellebbezi a döntést a bíróságon az államfő? Tehát a kijelentésének, illetve az azt kiváltó reakcióknak? Mindenképpen megfellebbezi, ezt már el is mondta, mert hogy politikai jellegű döntésnek tekinti, ami egyébként nem meglepő. Ami meglepő az, hogy hogyan alakult ez a köztisztviselő, vagy közméltóság az idők során. A Der Spiegel újságírójával készítettem egy beszélgetést Kéno Verzekkel, ugye, aki eléggé sarkosan fogalmazott, amikor agitátorként jellemezte az államfőt, és ugye ezt a cikket aztán kommentálták több ízben, többféleképpen. Nos, Kéno Verzek mondja el nekem abban az interjúban, hogy hát ő Johannisszal többször találkozott interjúhelyzetben, legelőször, amikor még ifjú polgármestere volt Nagyszebennek, és akkor egy szimpatikus, aktív, jó kommunikátor, még azt is mondhatni empátiával megáldott közszereplőnek tűnt. Tehát innen jutottunk el addig, hogy elkövette azt a kirohanását. Közben azért ott történtek dolgok. Nagyszeben megnyert egy pályázatot. Az ottani magyarság azt kérte, hogy a kulturális főváros esztendejében egy pavilont húzzanak föl, egy elbontható faszerkezetű épületről lett volna szó. Nos, akkor a polgármester Klaus Johannis addig gáncsolta a tervet, amíg ennek az építménynek a 4 vagy 6 beton bütyke maradt meg, illetve az épült meg, nem lett belőle pavilon.
Ugyanakkor meg hirtelen elbocsátotta azt a magyar főépítészt, aki valójában megálmodta és megteremtette mindazt, ami nagy Szebenben ugye látható, csodálható, és aminek nagy szerepe volt abban, hogy ez a város kulturális főváros lett, és a maga során ez a cím nagy löketet adott az ő politikai pályájának. Tehát akkor ezeket, ha fölfűzzük, akkor valójában nem is kéne csodálkozzunk azon, hogy Klaus Johannis meglépte ezt, amit meglépett, mert ugye itt ezek mind olyan kommentárok voltak, hogy rendben, ő a PSD-n akart ütni azzal, hogy hírbe hozza az Erdélyt szinte farzsebből megvásárló RMDS-szel az ellenzéki pártot, de hát azért a stílusban nem így kellett volna ezt elkövetni. Nos, az előbbi történetek, és én valószínűleg csak egy hiányos történetet, annak néhány epizódját ismerem, arra hajaznak, hogy itt alapvetően egy megromlott, vagy mindenképpen egy hiányos, hiátusokkal, torzulásokkal telített reláció van az államfő és a magyar közösség, magyarság, magyar fél, magyar oldal, magyar párt irányában, akárhogy ragozzuk. Úgyhogy én ebben a kontextusban értelmezném mindazt, amit ő megengedett magának, és még egy dolgot hozzátennék, azért nézzük meg, hogy ebben a feszültségteljes periódusban azért itt még voltak úgymond, hát, vagy legalábbis jelöltként előtűntek felelősök. Ezek voltak a vendégmunkások, akik nehogy hazajöjjenek, mert itt mindent tönkretesznek, és amúgy is nem fizették a szociális költségeket itthon, és akkor most csak élvezni akarják. Voltak a romák, akik randalíroznak, ugye, és mindenféle szabályt felrúgva veszélyeztetik ezeket a karantén és járvány szabályokat, és akkor utána jött az RMDS is. Tehát, hogy egy olyan hangulatban élünk, ahol valójában táptalaja van annak, hogy most éppen ki az, aki az amúgy is felkavart nyugalmunkat még inkább megzavarja. Tehát, ha ebben az összefüggésben nézzük a mostani magyar ellenességet, illetve az RMDS-nek az izolálását, akkor lehet, hogy picit árnyaltabban látjuk a történteket, vagy legalábbis én így gondolom. Urak, van még 2 percünk, én visszatérnék a beszélgetésünk elejére, és Horváth István úrtól kérdezném a járványhelyzetről még egy dolgot, amit részben ön érintett, nevezetesen azt az ellentmondásos jelenséget, hogy vannak ugye a hatósági intézkedések, és vannak a mindent tagadók, kezdve azoktól, akik azt mondják, hogy ez az egész koronavírus járvány kitaláció, egészen addig, hogy a boltokban, amikor megmérik a testőmérsékletünket, akkor a személyi jogunkat sértik meg. Mivel magyarázható ez a jelenség, vagy ez belefér szociológus szemmel? Ilyen a társadalmunk? Természetesen belefér, ugyanis főleg krízis helyzetekben ezek a fajta nagyon meredek elképzelések, beleértve azt, amit Rostás Péter is említett, a bűnbak képzéstől, szükségünk van bűnbakra folyamatosan, szükségünk van megnevezni hibásokat, akik valahogy így vagy úgy, direkt vagy indirekt módon hozzájárulnak, és ilyenkor ezek a fajta hangok, amelyek megpróbálják a rettegést kezelni, amely együtt jár ezekkel az állapotokkal, ilyen szempontból bármennyire meredek a rettegést, leginkább ezekkel a különböző nagyon hajmeresztő, meredek szenáriókkal, forgatókönyvekkel tudjuk a leginkább kezelni. Tehát tudjuk, hogy mi van mögötte, tudjuk, hogy kiesküdt össze ellenünk, tudjuk, hogy mikrocsippet ültetnek tulajdonképpen a fülünkbe, amikor a homlokunkhoz közelítik a lázmérőt, és ezek a fajta borzasztó elképzelések bármilyen után hangzanak, ilyenkor burjánzanak, ugyanis az emberek a rettegéseiket sokszor ezekkel a fajta, hát nagyon fantazmagórikus elképzelésekkel kezelik, de azt mondják, hogy a világ nem teljesen véletlen, vannak, akik megszervezték ezt az egészet, van, akik uralják és irányítják ezt az egészet, és bármilyen furcsa, de egy ilyen megnevezett ellenség
megnyugtatja az embereket, mint egy olyan fajta, hogy az élet teljesen véletlen, és bármi megtörténhet. Urak, ez volt a ma esti sajtóprés Horváth Istvánnak, Frunda Györgynek és Rostás Péter Istvánnak. Köszönöm a ma esti beszélgetést, nézőknek Csernik Attila és Hamar Mátyás Ruben szerkesztő kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket. Várom Önöket remélhetőleg jövő szerdán este 8 órától itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Legyen szép estéjük, a viszontlátásra!